Szervusztok, kedves hallgatók, az önkényes mérvadó szerdai adásában ismét Csizi Ági, Puzsér Robert és Horváth Oszkár, és továbbra is a nyárra ajánlunk nektek programokat. Tegnap táborokról beszélgettünk, ahová érdemes elmennetek, hogy megújuljatok, most pedig abban segítünk, és csak mi segítünk ilyen jól, hogy hogyan kezdjetek bele a nyárba, milyen életmódot folytassatok, milyen zene, milyen soundtrack-je van ennek az életstílusnak, milyen ízek, milyen szerelmek, milyen szagok tartoznak hozzá. És milyen imák. És milyen imák, hát természetesen. Ha rákleletetek van, egyetek sok görögdínyét, és gondolkodjatok pozitívan. És ennyi. Egy tanács. Egy jó tanács. És hogy sose adják fel. Nem szabad. Higgyenek magukban. Ha az az igazság, ha igazán akarod, sikerülni fog. Amennyire magadban hiszel, annyira sikerülnek a dolgaid, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a görögdínye az akkor is kell. Az kell hozzá, érted? Tehát, hogy mindennek megvan a receptje. Ahogy fennudlen, ahogy az írás mondja, ugye? Slágerekre szeretnénk felfűzni a mai adást. Terveink szerint 6 darab slágerrel foglalkozunk, elsőként a Baby Sistersnek a nyár kezdő számával. És szépen végig megyünk a nyár végéig, és ezt úgy vegyétek, mint egy útjelzést, hogy ezt kell hallgatni, ezzel tudtok egyedül ráhangolódni megfelelő mértékben a most következő nyárra. Ha egy sláger igazán alkalmatlan arra, hogy sláger legyen. Tehát, hogyha igazán nem jól dúdolható, hogyha igazán nem jól énekelhető, hogyha igazán hitvány, hogyha azt érzed, hogy na ezen még lehetett volna dolgozni, de valaki nagyon igénytelen volt, és nagyon-nagyon vagy lejárt a törlesztő részlete. Vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon sürgősen kellett pénzhez jutnia. Igen. Na, szóval, hogy azt érzem, szerinted az ilyen? Ez ócska. Tehát, hogy ez úgy, tehát ez csak azért slágernek, nyári slágernek se jó, érted? Semmire se jó. Miért? Beköszön a nyárnak, hát pontosan a nyár elejére pozícionálta magát. Szerintem, mert nem azért létező nemzeli. Énekelhető, mert dallamos, mert nem papapammos. Végre egyszer összetettem meg egy a lelkedet. Először is az elejétől kéne indulnunk. Tehát helyzet volt elég, mégsem történt semmi rég. 41 szombat óta, na például alapos, nem csapta össze, kiszámolta, hogy... Aha. Hogy a hetek mínusz nyár. Tehát szóval gyakorlatilag tavaly augusztus 20-a augusztus óta várakozik. Augusztus végétől június elejéig. 41 szombat óta nem jött senki még. Nem várok csodát, de az élet miért ver át? Nem bírom tovább, hol vagy ámor? De télen nem lehet szerelmesnek lenni. Nem. Ez a probléma, ugye? Mert föl vannak költözve az emberek, és hát azt tetszik, ami az alatt van. Ki sem érdemes menni az utcára. Reméljük, hogy ti is bentről hallgatjátok a műsort. Erre a zenére. Erre mit kell tudni? Mert táncolni nem lehet rá, lassúzni sem lehet, tehát erre így igazából igazán semmit sem lehet, semmire sem csillezni. Szerelmesen nézni egymást a bárpult két oldalán merengő tekintettel, végig gördül a pohár szélén. 1920-as évek? Vagy mikor járunk itt? Nem tudom, ez esküvőre mikor bevonulni, és jól lehet erre szerintem. Nekem... Érzed? Nekem megfordult a fejemben annak idején, amikor az esküvőn volt. De már ebben a... Hogy erre mennél be? Vagy erre mennél inkább ki? De ki? Ez a mondás is a boldog békeidőkből lett átvéve, hogy jó estét nyár, jó estét szerelem. Szinte látom is azokat a lapos kalapokat, tudod? Hello, urak. Igen, meg egy sétabotot, tudod? Mm-hmm. Tehát szinte látom is ezeket az ilyen ósdi színházi kellékeket, amikből a magyar színjátszás nem tud ki vakarózni. És... onnan van kölcsönvéve, eleve ez a mély modorosság, hogy jó estét nyár, jó estét de közben szerelem, folytogatja a nyarat a nyakánál fogva, hogy de hol az ámor? Jó estét, kezdjük hol meg, az ámor? Kezdjük meg akkor az életmód részét. Tehát kötelező öltözékehez nőként, a férfiként az ti jöttök, harisnyatartó, valami csípkés kesztyű, olyan könnyék fölé végződő, eltartott kis súlya, kalappal, de az a nagy karimás, tudjátok, nem ez a kis izé összecsapott kis cowboy kalap, hanem rendes nagy karimás szalmakalap, szalaggal, mi kell még? Hát, körömcipő, maximum 5 centis sarokkal. Elhangzik, hogy lesz, ahogy lesz, ez a nyár majd helyre tesz, pánikra semmi ok, csak kell egy kombidressz. Úgyhogy kombidressz is kell. Is volt. Úgyhogy ennek a zenének a meghallgatásához kombidresszt szeretnénk
javasolni. Ági, segíts nekem, mi az a kombi dress? Az egy olyan kezes lábas, aminek se kezes a lába? Nem tartom. Tehát kombinált ruha, az egy felső és egy alsó, de nyári. Tehát, mikor az a dal? Tudod, 90-es évek, olyan egyberuha, ami alul rövid nadrág fölül, nem? Nem, az az overall. Jó, hát akkor a kombi dress szerintem, vagy a body. Tud, az overall az nem azt jelenti, hogy mindenen felül? Mindent eltakar. Igen, mindenen túl. Abban tudjátok, hogy mekkora küzdelem abban elmenni mosdóba például? De hogy ez a neve, hogy overall, és valaki összeolvasta, hogy overall. Ez ugyanolyan, mint a notes, hogy oda volt írva, hogy notes. Meg az originált csomagolás. Kedves hallgatók, a kombidresszre várjuk a tippeket. Jó, hát kombinált ruha. Világos, alsó és felső ruházat. Csak kombinált ruha. Nem, szerintem ez egy body, vagy egy még body, azt tudom... Egy body. A body jó? Egy body. Jó megfejtés. Azt tudom elképzelni, igen. Hogy ez a kis ilyen... hogy hívják, ez kombinél. Én azt szeretném megkérdezni, persze, híd alatt a Margit hídon. Azaz. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha még azt sem tudjuk, hogy mi az a kombidress, akkor hogy vesszük a bátorságot, hogy megkérdőjelezzük, hogy a nyarat így kell-e kezdeni, vagy nem? Hát természetes, hogy ebben a dalban van az igazság, és nem a szánkból ömlik ki. De ez egy ilyen kis ujjeltartós, csipkekesztyűs, de mégis nagyon, mi az ideillő szó, ami úgy a kornak, mondjuk ledér, ez az. Mert hogy olyanokat mond, vagy énekel, hogy... Szűzkurva, ezt a kifejezést keresed, nem? Nem, az olyan alantas, valami sokkal magasztosabbat szeretnék, de végül is... Miért váradsz már? Rád bízom, hogy ki legyen. Tehát tök mindegy, hogy ki az, semmi köze amúgy a szívhez a dolognak. Az első, aki szembe jön, az egyelőre rólam kombidressz, bújjon össze velem, és ennyi. Ja, értem, tehát akkor ez szexuális túlfűtöttség. Táncol és... a vágy benne, igen. Így folytatja. Tehát itt vissza van tekerve az idő valamikorra az ezredfordulóra, és a mai pláza ilyen csajok, ugye? Ezek az ilyen nagyon kommersz, ilyen konzum nők, akik így a tudod, ilyen sterilek, meg így levannak barnítva, meg így fel vannak töltve, meg így ki vannak hidrogénperoxidozva. Tudod, ezek az ilyen formatált nők. Ezek elképzelik a boldog békeidőket, még az első világháború előtti éveket, tudod? És ők így képzelik el. Tehát, hogy így beszorultak a szoláriumba, és közben így behalusztak, hogy milyen lehetett az a világ, és így a maguk képére formáltak egy fantáziát abból, és ez az a szám. De legalább illedelmesen tudnak köszönni a napszaknak megfelelően, és mint tudjuk, ennél fontosabb dolog az emberi együttélés iratlan szabályai között nincs is. Egyébként mindegy neki, hogy kivel találkozik, mert azt mondja, hogy szabad egy hely már rég a szívemben, miért váradsz már, rád bízom, hogy ki legyen. Ugrok pár sort, minden készen áll, csak egy férfi kéne már. Uh-huh. A szívzár nyitva áll, kell a mámor. Az első szembe jövő. De megint egy csávó, tehát megint itt egy csávó. Hát egy csávó módjára keresi a partnerét. Nem, hát nehogy is, hát sóvárog a kombidresszében. Én itt egyővelünk, és nem érti a társadalmi férfi fogalmát. Úgy látom, hogy helyre kell ezt tenni. Az a hozzáállás, hogy teljesen mindegy, hogy kivel, most már teljesen mindegy, most már akárkivel, ez maga a férfi. Ja, hogy tehát, ez igen. Ja, persze, ez egy férfias működés. Jó, mert megtanultam, hogy a nőknek elég látszani, ezt mindig elfelejt. Ha férfias nyarat akartok, akkor javasoljuk a Baby Sisters-szel kezdeni. Ez a férfias nyár az igazi maszkulindal. Minden ember erre vár, és megírták legalább százan, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az életem fele arról szól, hogy a tél múljon elfele, és legyen tavasz, az a sunyi ravasz. A fák ügyezzenek, és boldog emberek mosolyogva nézzenek, mikor a színpadra érkezek, mert az internet jó dolog, de hogyha együtt vagyunk, akkor leszünk igazán boldog. De megható. Na itt a tücsök és a hangyából. Ő élete felében a nyárra vár, illetve ez minden emberre igaz szerintem, még azokra is, ahol egyébként egy évszak van. Na de ő azért vár egész életet fél évig a nyárra, mert ez végülis arról szól, hogy végre elindul a koncertszezon, végre megindul egy kis pénz, és akkor végre De ez a fesztivál szezon, hát van őszi turné szezon, meg van a február vagy márciustól tartó
turnészezonná, hogy már itt panaszkodni kezdünk. Itt a jó idő, elindulunk végre, így az új lemez után végre révbe érve, énekelhetem a dalaimat veletek együtt, minden probléma megszűnt. Hát ez mi másról szól, az mint hogy gyertek, az alkotói naptárat megénekelte. Örüljetek neki, hogy most van egy kis pénzem, és ráadásul csajozni is tudok sokkal könnyebben a fesztiválokon. Ez mekkora kamuzás, hogy egyrészt nem kéne állandóan nyári slágereket írni, akkor Zombolisznak a Végre itt a nyár című száma egyébként tökéletesen illik ide, erre a napra, június elejére, meg ebben a listában ide a második pozícióba. De hát, ha talán lenne téli slágerük, és nem kéne ennyire várni a nyarat, hát akkor hívnánk őket a karácsonyi falunapokra. Olvastátok, hogy hogy van tovább? Én most szembesülök vele. Nagyon jó. Reggel, amikor felébredek, alig várom, hogy a kocsiban legyek, és vigyen az út az Alföldön át, de fusson mindenki, amerre lát. Mert vezetni nem tudok, csak nyomom a gázt, az emberekre meghozom a frászt, de mentségemre legyen mondva, azért sietek, hogy a színpadon lehessek újra. Hát ez tök király. Hát ez fontos. Szerintem egy jó fellépés mondjuk szórakoztat 3000 embert, de lehet, hogy 10 000-et. Ahhoz képest a hárman megvannak, ahhoz képest 3-4 haláleset szerintem elhanyagolható, ha milyen a szívünkben nézünk. Elmondjam, hogy mi demonstrálódik itt. Az az attitűd, amit a hazai színpadokon a Animal Cannibals meg a Geszti Péter honosított meg. Most hagyjuk, hogy milyenek a szövegek. Ez egy attitűd. Tudod? Ez a jópofa hülye gyerek attitűd. Akit büszkén nem érdekel semmi, csak az, hogy sunshine legyen, meg csaj, meg ezek a legközvetlenebb ingerek, tudod, sörike. Hát ide tudod, képeződött le a West Coast, tudod, hogy annyira nincsen állandóan jó idő, ezért legyen a helyett is egy kis csöpp, egy csöpp fűszernyi humor. De igazából itt nem humor van, hanem ez a végtelen szellemi igénytelenség és renyhesség. Blödli. Igen. Az Ernest suliba megy című vígjáték és kategóriái megvan, vagy igen. Esetleg, bár néhány szállal szép emlékek is fűznek hozzá, de a folytassa sorozat mondjuk. Igen, ócska alávaló... Bohóc és vőfély humor. Igen. A nagy cipőben elesés, a vizes vödör közönség fejlei hajítása, amiben ha-ha-ha papírt fecnik fogadjuk, voltak. Fogadjuk, hogyha most beszélgetnénk a Kozombolisz dalának a szövegírójával, nem tudom ki lehet ez a tehetséges ember, akkor az lenne a magyarázat, hogy de azért van, mert az emberek nem akarnak gondolkozni nyáron, ki akarják kapcsolni az agyukat, azt akarják, hogy csak dudorázták ad, ami nyilván egy ilyenkor felség, a közönség igénytelenségével érvelnek, holott a saját felelősségüket kéne látni. Ők tették ilyenni ezt a közönséget. Az ő igénytelenségük képezte ezt a közönséget, ami most már beéri ezzel. Valójában ők teremtették ezt a kulturális referenciát, ők meg a geszti Ők alatta bármilyen ilyen könnyed popsláger szerzőket ezt értett az elmúlt 40 évben. Ez az mélyebbre megy. Ez azért, hogyha tényleg azt megnézik, hogy teljesen hülyének nézi a közönséget. De miért mondod? Azért, mert arra csápoltatja az embereket, hogy örüljetek neki, hogy nekem most van bevételem, és nekem végre jó. De ennyit tud mondani a világról. De együtt örüljünk a nyárnak, de nem érted, örüljetek egy annak, hogy nekem jó. Egy valamit megérted, hogy kizárólag arról tud szöveget írni, amit ismer. Ezt a dolgot ismeri. Erről tud szöveget írni. Valójában arra rájött, hogy ha valaki más nevében írna a szöveget az ő élményeiről, az ő világáról, akkor alig, hanem lelepleződne, hogy fogalma nincs arról, hogy az mi. Ez az egyetlen terep, ahol ő biztosan mozog, ez az ő saját élet, a saját hétköznapja, és saját nyomorult örömei. Ő ezekről tud, ha az öröm fájt kinyitod, akkor ezek vannak benne. Akkor mondhatjuk azt, hogy ő egy önazonos, megvilágosult ember, túl mondjuk egy ilyen spirituális tábor 2015-4, nem tudom mikor ez. Angyalkártyát is húzott aznap reggel. Itt a szövegben én azt érzem, hogy itt a backstage-ben vagyunk. Tehát végigmehetünk egy webkamerával. Ülünk a turnébuszban velük. Igen, és végigmehetünk az ő életén. Igazából itt nem történik meg a produkció, hanem a verkfilmet adják el nekünk, mint fő terméket. Azt írja, vagy azt rappeli, vagy azt énekli. Én is csak a nyárra gondolok, mert az életemben van néhány olyan dolog, amit a tél nem hozhat el. Nekem ehhez mindig napsütés kell. Ilyenkor az ember útra kell, és sok szépet láthat, ha jól figyel. Én is tudom azt, hogy nekem mi a jó, tehát én is. De akkor mi is. Várom, hogy jöjjön egy újabb megálló, indul az élet, a lányok szépen mosolyognak, a kísértés nagy a strandon, színes bikiniben azt kiabálják, nézd, ott van a Ben. Amúgy mire rímel a Ben? Kin.
Bikiniben. Ez egy berrím, ne csak kirím lehessen már. Bikiniben segítek. De mindegyiket olyan szépen végigviszi. Gondolok, olyan dolog. Hozhat el, napsütés kell. Jó, hát sánta, de legalább bikiniben. Hangzók. A bikiniben. Tökéletesen ott van. Bikiniben. Színes bikiniben. Édes Isten. Érted, ez a rím. Ez igen. A berrím. Igen. Értem. Igen. Mert én nekem az az ítéletem, hogy ez itt egy verkfilm. Nem jött ki a film, hanem az előzetesét, az előzetesét vetítették rá a slágerdallamra. Mindenki visszarettent. Jó, minden esetre mi nektek jót akarunk, úgyhogy ha érzitek a nyárnak a ritmusát, akkor azt javasoljuk, hogy a Kozombolisztól a Végre itt a nyár című slágert azt pörgessétek, és hát az ajánlott ruhadarab mondjuk egy tangapapucs vagy egy crocs hozzá, vagy egy feszülős dressz a lányoknak. Ilyen térdigérő bermudagatja, aminek oldal zsebei vannak. Az látod? Meg kamu? Van? Hogy hívják? Nem tudom, mert a kamu az a kamuflázs mintás. De félrecsapott baseball sapi. Na ehhez félrecsapott baseball sapkát vegyetek. Zsebes nadrág egyébként. Zsebes nadrág. Na de az bármi lehet. A zsebes nadrág lehet bokáig érő is. Mert miért szeretnél háromnegyedeset? De hát ez a térd fölött végződő ilyen lifegő ne, bőgatja. Ne, a térd alatt végződő ne. A legnyomorultabb. Igen. Azt csinál az emberből tökéletesen másik élőlény. Horgász. Igen, vagy horgász. A testarányait olyan mértékben változtatja az nem az előnyére, hogy azt öröm nézni. Ez a háromnegyedes fehér nadrág sok zsebbel, és ehhez mondjuk fehér egy ilyen magasított talpú cipő, vagy egy klumpa, minden pénzt megér. Még? Ennél érzékibbet nem tudok mondani. Gáspár Laci Füllet forró nyár című számával gyakorlatilag a szagló, látó, halló szerveidet, a tapintásodat és az ízlelésedet is megtalálta. Mi más lenne alkalmasabb mondjuk a július elejének a zenei aláfestésére, mint a Füllet forró lég, a Füllet forró táj, a Füllet forró stég és a Füllet forró part? Szerintem ennyi volt meg a dalból. Mi kéne? Nyár. Mi van? Füllet is, forró is, és ennek mentén. Ja nem, még az újból, az is van. Az ismétlődik. Újból érzem. Megint újból érzem. Megint érzem, van néha. Van olyan sor, hogy újból érzem, megint érzem, de ez már a refrém. Újból érzem, megint érzem. Nem is érzésekről, érzékelésekről szól ez a dal. Azért érez ennyi mindent. Benne. Ezek nem érzelmek, ezek füllet, érzékelések. Forró, akkor menjünk végig az érzékszerveken? Ja, értem, hogy pipáljuk ki, hogy akkor a forróságot azt a bőröddel érzed. Igen. Kvázi a tapintáshoz tartozik, igen. Bár ez vitatható, de most akkor mondom, hogy igen. Igen. A táj, az nyilván a vizuális. Hát, ott van még a csöppenő jég az üvegen, akkor az még lehet. Az is a tapintásodhoz tartozik. Füllet forró éj. Az éj az már valami egészen másfajta érzék. Ezek már hatodik téma. Típusú érzékek, az éjszaka, a perc, az időérzékelés. Ne idegesíts föl, Ági, ennyire érzéki nótát nem tudsz előrántani akárhonnan. Azért mondtam, hogy még. Hát még az időérzékelésedre is hat. Engem egy kicsit aggaszt a Gáspár Laci, azzal indul a második sor, azt mondja, füllet forró lég, az üvegen csöppen a jég, ez az első, füllet forró táj, ahol a mozdulat fáj. Ezzel nem kéne egy orvoshoz menni, vagy röntgen, reumatológia, mit tudom én, MRI, nem kéne. Miért fáj? De ízületi probléma, vagy pedig olyan forró a levegő, hogy a légellenállás már nem hűt, hanem fűt. Nem tudom, hogy mi a baj a szegénynek, de rögtön ezzel, ő úgy érzi, hogy ezzel indítani kell a dalt, egy fájdalommal. Én a Gellért fürdőnek a kinti részén ebben a napsütéses időben föl tudok gyorsulni egy olyan 75 km/h sebességre, ha mezitláb vagyok. Tehát érzem a bőrömön azt, hogy milyen tempót diktál a hogy égeti a talpát, minden a mozdulat fáj, hogyha kellően gyorsan végzed. Uh-huh. Uh-huh. Fáj, ha túl lassan, ha egy kicsit gyorsabban pont jó, aztán egyszer csak megint fáj, mert már nem jó. Ugye egyszer beszélgettünk erről, hogy ugye a pizzának mi az ideális kiszállítási sebessége. Ha túl lassan viszed,
kihűl. Akkor kihűl, hát de ha túl gyorsan viszed, akkor meg azt hűti ki, hogy olyan gyorsan vitted. De ha még sokkal gyorsabban viszed, akkor meg szétég. Nem, akkor meg a később kell elkezdeni elkészíteni, mint hogy kiszállítanád. Vagy, és azt is a fénysebességét megközelítő olyan gyorsan szállítod ki, hogy az utolsó 5 méteren megsül. Igen, és, ne, és amikor a fénysebességet megközelítve szállítod ki a pizzát kis robogóval, akkor nem szabad fölkapcsolni a fényszórót. Ezt nem. is tudjuk, mert az lassít. Nem, az az igazság, hogy az első 5 méteren megsül. Úgy a jó, hogyha nyersen szállít. Nyersen kell elindulni nyersen, vele. Nyilvánvalóan nyersen kell elindulni vele, és szerintem akkor szabad kitenni a közvetlen surlódásnak, amikor már nagyon közel értél. És Gáspár Laci erre gondolhatott. Ő ezekkel tisztában van. Mert fizikus. És. Újból érzem, megint érzem a nyarat a bőrömön át, újból érzem, megint érzem, hogy nagyon is kész vagyok rád. Figyelj, de a Gáspár Laci legalább tudja, hogy ki ez a csaj, mert megszólítja, nem azt mondja, hogy megint kész vagyok bárkire, aki szembe jön, mint a Baby Sisters. Hát, de mit, te tudod, hogy milyen csajról énekel. Azért ez egy minőségi ugrás. Arra lacs, ez mennyire jó, mennyire romantikus. Tehát, hogy oké, készen vagy rám, mert újra megdugnál, bárcsak lenne, annyira szeretném, lenne egy férfi, akinek mindig eszébe jutok nyár, de csak nyáron. Aha. Ősztől télig annyira nem, tavasszal már úgy ébredezik, és akkor azt mondja júniusban, hogy na, bébi, megint készen vagyok, rád jövök. Igen, vége az iskolai, kezdődik az iskolai szünet, nem vállaltam nyári tábort, az osztályozó konferenciáknak vége van, pótérettségizöm nincs, úgyhogy meg neked nosza. Legalább van nyaralód, hát nekem meg nincs a rezsém. Valahol ez a dallam szól, valahol ez a dallam szól, valahol, és mikor a langyos szél táncolva hozzám ér, és nem tudjuk meg, akkor újból érzem, megint érzem a bőrömön át. Igen. Hát igen, és hogy nagyon kész, is kész vagyok kész rád. Ezt a pillanatot kell, akkor kész is lesz rá. Ezt a pillanatot kell kimerevíteni, azt a pillanatot, mielőtt még találkoznánk, mielőtt még behatolnál. Azt a pillanatot, amikor még nem történt meg, még nem háltuk el a szerelmünket, de már majdnem, de már itt van, a Madonna az a fél életművével valami 15 éven keresztül próbálta ezt a pillanatot kimerevíteni. Amikor már megfeszül a vágy, tudod, azon a pillanatot, tudod, így igazából az elélvezés előtt egy pillanatban vagy. Hát erről szól a Like a Virgin. A Like a Virgin is ezt a pillanatot rögzíti. De Gáspár Lacinak ez nemzedéken... szeptembertől május végéig tart ebben az állapotban, Gáspár Laci. A Gáspár Laci ennél sokkal többet. A Gáspár Laci egy egész életművet ebben az állapotban tölt. Ő folyamatosan ebben a füllett forró nyárban van, tudod? Ja, a füllett forró nyár az az el nem hált aktus. Tudod? Ja. Az a szerelem, ami folyton füllett. Azt mondja Madonna, de soha nem hagyjuk ki elégülni. Úgy szeretne szexelni, mintha életében először csinálná, ami ezek szerint neki először akkora nagy szám volt, hogy ő azt szeretné ismételgetni. Hát, hogy visszapörgetni, minden mozdulat fáj. Nem? Igen, a füllett forró tájban. Igen, de hogy tudod, ez a fájdalom már jó. Mert ez a fájdalom, ez egy új világba avad be. Nem lehet, hogy a szürke 50 árnyalatára valahogy így ráfűzik most akkor ezt, és azért nem de olyan. Szerintem már a szürke 50 árnyalatát is ezt termelte ki. Tudod, ez a kultusza ennek az állatnak, aki alávett téged magának, aki leural téged, de közben szeretett gesztusai vannak. Tudod, közben ez a hazugság erről a férfiról, aki leigáz, aki lekötöz, aki láthatóan így beiktat téged a napirendjébe, és akkor van egy másfél órája rád délután, amit így beillesztett, és rituálisan közösül veled, de közben szereted gesztusai vannak. De ott hagy egy dobozafterétet, konyha pulton. Nem, ő egyszerre hozta el, tudod, ezt a visszafojtott érzéki vágyat, meg a szerelmet, az igaziságot. Az önkényes mérvadó nyárkezdő életmód magazinját halljátok, amelyben zenei aláfestést ajánlunk nektek egészen május végétől augusztus végéig. Most júliusnál járunk körülbelül. Gáspár Laci Füllett forró nyár című zeneszámával foglalkoztunk. Ezt hallgassátok július közepetáján, és azt szeretnénk mondani, hogy ha már ilyen füllett és forró és esetleg pálott testrészek veszélybe kerülnek, akkor konzultáljatok gyógyszerészetekkel. Ha úgy érzi, hogy nincsen gyógyszerészetek, akkor pedig nem vagytok senkik. Tehát az embernek az elmúlt 20 évben már ki kellett, hogy alakuljon, hogy
legyen gyógyszerésze, hát hányszor miért elmondták. Miért elmondtál a gyógyszerészével? Hát, hogy melyik gombakrémet válasz a füllet pálott testrészek helyrehozására. Az ajánlott ruhadarab pedig bőrmellény lenne mesztelen felső testre. Lembászonnadrág. Lembászonnadrág, hálópóló esetleg, bármi olyan szellős ruhadarab, amely hozzáférhetővé teszi a szívet. Én nagyon szeretném kérni, hogy hintőpor, valamint golyós dezodor, főleg a golyós dezodor, vagy stift, azt kéne még. Egyszerre, földobsz egy ilyen hintőpor alapot, és azon húzol egy golyós dezodor autópályát. És akkor vagy kész. Nem kéne egy készfertőtlenítő hozzá, ilyen ragacsos, izzadt tenyér, ilyenek, nem? Előtte? Hogy ne, hát hogy koszos legyen a golyós dezodor doboza. Ilyen kis nyakbalkasztós, mint ezek a, voltak ezek a vízálló pesélyek, igen, tudjátok, igen, Balcsiban. Igen, egyszer ilyen... majdnem megfulladtam egy olyantól. Hogy csináltad ezt? Hát át, kenúval átevesztünk egy fa alatt, és az fölkapta a fa a nyakammal együtt, és kivett a kenúból. Na ezért is sokkal jobb az övtáska. Mekenúzzatok. Ja. Mekenúzzat. Nagyon figyeltek, hogy rendes magyar dance slágereket hallgassatok nyáron, és ne kenúzzatok, mert mi lesz belőle ez? Én annyira benne vagyok jaj, már. Jaj, de aláhaló ez. Jaj, de aláhaló, tudod. Mindenkinek kifogás a gyerek. Nem tetszik, Robi. A gyerekkorba, a debilitásba való visszagravitálásra az, hogy nyár vissza. Van. Vissza? Nem vagy elég fiatalos. Jaj, mennyi jó indulat szorult belé. Szerinted ők visszagravitálnak? Igen, azt gondolom, hogy ez... Tehát volt az a pillanat, amikor kimásztak belőle. Igen, én azt gondolom, hogy amikor 9 évesek voltak, akkor legitim volt ez a magatartás, meg ez az attitűd, meg a világhoz való ez a fajta hozzáállás. Benne vannak, hát hány évesek voltak itt? 18-9? Hát ennek szellemében megy az egész szöveg. Hol van? Hip-hop, biztos úr, ellopták a diákomat piszkosul. Miközben olvastam a vonaton a Gárdonyit, megfújták Gárdonyig. Azért ezek a kis szójátékok is nagyon viccesek. Csak az a kérdés, hogy miért olvas Gárdonyit, amikor éppen vakációzni megy. Nem! Ilyenkor nem Gárdonyit olvasunk, csak hogyha azt akarjuk, hogy kijöjjön a rím. Mi van, Fejős Évára nem volt rím? Nem írt még akkor a Fejős Éva, hát ez a nagy baj. Leslie Lawrence-re nem volt rím. Arra lehetett volna, igen. Ja, Coelho-ra nem volt rím. Nem baj, mert most akció szeptemberig buli van, és vakáció. Gyerünk, beindulunk, gyerekek, és leütjük a legyeket. Leütjük a legyeket. Én nagyon sok ponton menjünk meg vissza az elejére. Jó, természetesen. Azt mondja, nyakig ér a Holiday, a szívem visszatartom. Honnan? Hova? Vagy hogy nem, a szívem vagy visszatartom, a szívem az már a gárnál jár, azt én meg nincs a kelemföldön vagyok? Azt súgja valaki, de nem, itt arról van szó, hogy pontosan tudom, hogy a Balatonon megfelelő mennyiségű... Százszor jobb csajok lesznek, mint itt a déliben. Megfelelő mennyiségű boroskóla és ilyen energiaital elfogyasztása után olyan állapotba fogom hozni magam, hogy ott én... hát kopulálni fogok, szexuális aktus, és már érzem a szerelem hívó szavát. Tudod? Mm-hmm. Tehát, hogy ez valójában azt jelenti, ez már egy párzási tánc. Ezt értem, de a kérdés, az ági kérdés, hogy miért tartja vissza, és azért tartja vissza, mert nem akar ismerkedni a vonaton, mert a kínálat, sok a felhozatal, a teríték sokkal nagyobb lesz a Balaton. Ja, azért tartja. A 42-es kocsiban ne még nem olyan jó, mint Gárdon. Azért tartja világos, vissza, mert világos. Nem, ő odalent a Balatonparton, majd valahol Füreden, vagy valahol széplakon akar elélvezni, és nem a vonaton. Értem. Tehát nem ott a vonaton, a Kárpitra szeretne. Megint bocsánat. Felmerül a kérdés, Kárpit hogy DM. Hagyjon ide a szív, de ugye ezt már megbeszéltük párszor, hogy igazából sehogy. Tehát a szív az ez valahol, ahol kigombolja igen, a slicit, és akkor előbújik a szív. Igen, a szív az a nemzőszervekre utal. Nem, arra utal, amit azokkal csinálni lehet. Az Emergency House nyakig ér a Holiday című slágerét hallgatjuk és ajánljuk éppen, és hát azt gondolom, hogy ehhez az ajánlott ruhadarab a Buffalo cipő lesz, ami a 90-es éveknek a legitim férfi magasító ruházati kiegészítője volt. Megvannak a fazonok a strandon, akik az ilyen alsónadrág-szerű fürdőnadrágban vannak, ami nagyon leleplező. Fújkálják magukat ezzel a ablakpucoló és növénylocsoló ilyen vaporizátorral, és eközben
egy kikötött buffalo van a lábukon. Tehát fénylenek, ki vannak gyúrva, alacsonyak, de magasak. De ez nem akkor volt, amikor a lányok azok egyöntetően fekete nadrágban jártak egy ilyen hatalmas oldaltáskával, és sötét színű kontúra húzták körbe az amúgy sárga szájukat. A szájkontúr az a 90-es évek közepének a jó csajsága. És az a Baby Sisters-nek a... Ez Imagine House is akkor volt. Tök ugyanaz a breed. Igen. De itt utalás van Dakira. Dakirozóban. Mivel beszél benne. Igen. Lehet végig menni. Méltatlanul ugrálunk a szövegben. Figyeld azt a Dagit, hogy figyeli a Dakit. Érted? A Dagi, aki csak szeretne Dakival kúrni, de nem lehet. Az aranyfoga kiragyog, a koronája vakít. Ez rímel a Dakitra. hogy az aranyfoga, érted? Tehát, hogy már kipotyogott a foga, a nyomorult dagat. Ő igazából... Hát vannak, akik ezt ilyen értékként hordják, nem? Lehet, hogy ő nagyon gazdag. Mi, az aranyfog? Szerintem az egy ilyen... Az egy ilyen amerikai gangstermen. Nem érted? Több nála 20-szal. Tehát dagat... Több nála 20-szal, és aranyfoga van. És sose bulizott még az Emergency House-zal. Szerencsétlen nyomorult. Ez a 20-szalra imel. Tényleg, az lesz. Három perc, és indul a betépés, indul a dübörög a ház, indul a Holiday Baby. Aha, felsoroltuk az eddigi nem akart imelni, ugye? De menjünk már vissza a legyekhez. Ne gyerünk, legyezzél. Beindulunk, gyerekek, és leütjük a legyeket. Ez valami metafora? Nem, hát tele van. Gondolom, a dinnyelvés közben megjelennek a legyek, és akkor ez egy ilyen nyári tevékenység. Ez is megadja. Ők látomásos képekben kommunikálnak itt valahol a lovasi veszettel. Nem, hát itt mondjuk betépés indult, tehát lehet, hogy értem, ezek a velencei, ez arról szól, hogy a velencei önkormányzat fizetett nekik egy valak pénzt azért, hogy most már azért tudja meg a budapesti népség, hogy Velencén is lehet bulizni, nem csak Balatonon, hogy Velencén már, sőt, az igénytelenebbje, az, aki nem bír magával, az leszállhat a vonatról nyugodtan Agárdnál is, nem muszáj Balatonig menni, és ugyanolyan jó buli van, ugyanúgy ott van a nádas, ugyanúgy ott van a víz, ugyanúgy ott van a Red Bull, ugyanúgy, hogy ott van a boroskóla, be lehet rugni. De itt érted? van még minden ott van, nők is, ez minden. Ez város marketing? Ott van az arató. Itt arról van szó, hogy a helyi önkormányzat. Ez egy városfejlesztési propaganda. Velencén van az arató diszkó, utána Gárdonyban van szerintem a popstrang, és Agárdon a legvége. Agárdi popstrang. Ez kifejezetten arról szól, hogy ott Velencén valamelyik önkormányzat, de az is lehet, hogy megyei szinten dőlt ez a dolog el. Kellett egy image dal, egy image pop song arra vonatkozóan, hogy nem muszáj Balatonig menni, hanem nagyon jól be lehet rugni már Gárdonynál, és nagyon-nagyon jól lehet bulizni, és minden adva van ahhoz a bulihoz, ami Balatonon zajlik a hétvégenként. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csizi Ágival itt a 90.9 Jazzy. Az önkényes mérvadó nyári sláger és életmód tanácsadó és ajánló rovatában. Nyári Gábor nélkül, Csizi Ágival. Ezúttal az AD Stúdió nyári eső című számát dobnánk föl, mint következő lehetőség, tehát valahol júliusnál tartunk. Óhatatlanul eljön egy-két esős nap, ami a lángososoknak a rémálma, de azért egy ilyen kalkulált rémálma, és a nyári eső ehhez a hangulathoz lehet a megfelelő, adekvát utitársatok. Mit mond a nyári eső az AD Stúdiótól? Éjjel a hold megint trükköket játszik, téged ígérte, mégis messze jársz, csillagok arcába nézve még látom, felfénylő tested, szemed mosolyát. De szép rém. Ez a testrész szinesztézia, amikor a szemem mosolyog. Persze, nyilván. Hát megfénylik a teste, de mitől? Amúgy tényleg mitől? Füllet forró nyertől? Vagy a Balaton, vagy a Velencei tó vizétől. Az izzadságtól is vagy lehet. Vagy a hold, vagy ez a holdnak a trükkje. Igen, a hold. A holdat, aki mi tükör, ugye, a tükre. Uh-huh. Holdanya? Ez a vonal. A holdanya az a sámánizmusban, ugye, Bródi János átiratában, ugye, tudjuk a... Deák Bill Gyula előadásában. Én voltam, jól tudom, ki többet akart, hogy legyünk mi egymásnak víz s apart. Őrült ki néz, de semmit se lát. Bár elfér két szívben az egész világ. És egyetlen sorban az egész Coelho életmű. És egy fél Brody életmű, mert itt valaki néz, de semmit se lát. Ugye láss, ne csak néz.
Hallgasd az éjben a nyári esőt. Mit ígér, mire kér? Szeres úgy, ahogy én. Hoppá! Nem úgy, úgy nem jó, ahogy te csinálod. Nem. Úgy, ahogy én. Hát hiszen, te szeres úgy, ahogy én. Tehát én akarok téged eluralni, mert hogy arról van szó, hogy te ne úgy szeres, ahogy te. Sőt, az föl sem merülj, hogy én úgy szeressek, ahogy te. Még csak úgy, nem is arról van szó, hogy mi ketten szeresünk máshogyan, egy harmadik módon. Nem, arról hát van szó, hogy te már jól van szeretve, csak nem jó által. Ugye, fizika feladatgyűjtemény. Egy vonat elindul A pontból B felé 30 km/h, és egy másik vonat elindul B pontból A felé 110 km/h sebességgel. Hol fognak találkozni? Hát A pontban, mert el se indultam úgy szeresse, hogy én szeretlek. Ja. Én ugyan ki nem mozdulok A pontból. Mert hiszen én voltam, jól tudom, ki többet akart. De lehet, akart te is annyit, amennyit én. Mert meg ő azért engedheti ezt meg magának, mert azért itt egy géniusz van. Nézzük. Hát olyan, aki írta, azért ez ilyen József Attilai magaslatokba jutunk. Odakint most a szél felhőket kerget, és idegen nap szórja szét aranyát. Már nem is tudom, mit gondoljak rólad. Megérint a fény, és utamra bocsájt. Hát ez... A fénykonferencia megérintette. Ez is a nyár egyik lehetséges programja nektek. Azt mondja a fény, hogy akkor menj. De hova? Mert különben is milyen fény? Esik az eső. A zöld lámpa az, ami utadra bocsájt. Tehát van ilyen fény, ami utadra bocsájt, és ez a jelző lámpának a zöld színe. Teljes káosz van itt. Esik az eső, a nyári eső, de közben szórja szét az aranyát a nap, de hogy hol. Menj mert le ott a nap, és esik a felhő. Az eső. Szíve, akkor de hogy kerül föl a hold? Az csak ne, ilyen van. A szivárvány hogy kerül föl, hogyha megy le a nap? Én, nekem ez a kérdésem. De egyszerre van föl minden. Ez a teljesség maga. Ez egy másik idősíkon, egy másik dimenzióban zajlik, ahol egyszerre történik minden. Ezért a kvantumok síkján. Ezért kell úgy szeretni, ahogy a nő, mert neki ez megy. Nektek ez megy az, hogy egyszerre ilyen fönt hold, meg szivárvány, csillagok, nap, szél, ez felhő, ez a vízöntő kora, amikor a múlt, a jelen és a jövő egy időpillanatban összeomlik. Nagyon ez az szép. Egyetlen lehetséges időpillanat, amikor a legkisebb felsőzsolcai unoka, Robika, álma varóra válik, az, hogy autók mindig is voltak, autók mindig is vannak, és autók mindig is lesznek. Ez az a pillanat, amikor a szövegírónak annyi mondani valója van a partnere számára, hogy szeress úgy, ahogy én. Mert én vagyok a referencia, és hogyha ezt a mondást, akár ugyanilyen primitíven kifejezve, egy ilyen jól dúdolható dallammal festjük alá, akkor már is ilyen szeretetnek tűnik. Feltüntethetjük kölcsönös szeretetnek és odaadásnak ezt a merő önzést, tudod, hiszen a fájdalmamból fakad, az összes önzésem, az összes kisajátításom, minden görcsöm és minden erőszakom, amivel le akarom igázni a te személyiségedet, mind-mind abból a fájdalomból, hogy én nagyon magányos vagyok, és félek elhagysz. Megállapodhatunk abban, hogyha benne van a nap, még néhány égítest, meg egy-két időjárási jelenség, vagy ilyen meteorológiai jelenség, akkor az már romantikus, nem? Uh-huh, persze. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi köze van a nyári eső hallgatásának ahhoz, hogy a nőben megszülessen a gondolat, hogy tudod mit? Mégis ugyanúgy szeretlek, ahogy te. Vagy ez csak egy elterelő hadművelet? Szerintem ez ilyen melankólia, hogy úgyse tudsz most sehova sem menni, zárva van a főtt kukoricás, a fagyit nem árulják, semmi más dolgod nincs, akkor valahogy találd ki. Maradjunk a szobában és videózzunk. Ja, nincs videóm, hát akkor... Szeress úgy, ahogy én. Én azt hiszem, hogy a Secret Man az erre vonatkozóan írta azt, hogy szeress nagyon, mert szükségem van rád. Tehát, hogy ennek az egész nemzedéki élmény, hogy nekem jogom van hozzád, mert Petőfi megmondta, meg Szabó Péter, hogy ami a szívem vágya, és hogyha eléggé akarom, akkor azt ki is érdemeltem a mennyek frontján. És mindegy, ugye? Hogy te mit akarsz. Igaz? Tehát igaz, ha eléggé kell arra gondolom. Igen, szeres, mert én nagyon akarom. És hogyha érvelnem kell mellett, akkor azt mondom, hogy szeres, mert nagyon-nagyon-nagyon akarom. Így igazából akarom. De ez tényleg nem olyan, mint a szarás. Tehát ez tényleg nem elég akarni. Van, amit elég akarni, ez nem az. Mert ez egy kétszemélyes dolog. Ez inkább olyan, hogy elég nem akarni. Tehát ha nem akarod, közelebb vagy hozzá. Egyébként nem tudom, hogy megfigyelted, hogy a csajozáshoz is az kell, hogy igazán ne akar csajozni. Megfigyelted, hogy így pontosan fordítva működnek a dolgok. Tehát, hogy minél inkább akarod a dolgot, annál jobban görcsölsz. Minél inkább nem érdekel, vagy leszarod a dolgot, annál inkább bejön. Ugye? Van ennek a szeres te úgy, ahogy én, meg azért szeres, mert én akarom mondani valónak egy ilyen rokoni szála azzal, amikor a nagymamád rádad egy pulcsit, mert ő fázik. Így. Ugye? Vegyél így. Fel valamit, így. Mert fázom. Így. Igen.
Na jó, akkor, akkor illeszünk be egy műfai jellegében egy másmilyen hangfelvételt ide. Talán tavaly előtt a Nuhetz TV-nek a YouTube csatornáján felütötte a fejét pár sláger gyönyörűen, szavalva színművészek által, úgyhogy Csúlya Imre előadásában a Vers mindenkié rovatban az UFO Napolaj című slágerét ajánlanánk nektek. A dallamot képzeljétek hozzá. Varga Zsolt, Napolaj. Nyár van és semmi baj. Olvadok, mint a vaj. Kend be a hátam és szeres bátran, hisz a szerelem is napolaj. Itt van a nyár, nem ragadt tagadom, jöhet a monokini hullám a Balatonon. Igazi kerekek a mellek és a fenék is formás. Nem csoda, ha beborul a szélvitorlás. Még én is kiborulok tőle. Mégis vágyom már egy monokinis balatoni nőre, aki Nóra vagy Zita, egy szexi parazita, kinek annyit kell csak mondanom. Béla vagyok, szia! Elhagynálok, bébi, de érzem, nagy a baj. Hozzád köt a 3 tonna déli napolaj, s ragadom, tapadom, mint a nők a fapadon. Rajtam röhög tegnap óta már a Balaton. Na de elég volt, igen, elég már. 3 hét és véget ér az egész nyár. Gyerünk, lemegyünk a partra, ott van a sok bébi. Az sem baj, ha idén nyáron le fogok égni. 1 éve már a szívem erre vár. Napozunk a Balaton mindkét partján. Érzem már, hogy soha nincs határ, örökké tart a nyár. Szemet szúr a Didi, szinte kilukad a matrac, 2 ekkora lufival már levegőt is adhatsz. A szerelem is napolaj a leégés ellen. Gyere, bébi! Kent be a mellem! Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csizi Ágival itt a 90.9 Jazzy-n. Bébik. Na igen, a mondás, hogy bébi. Egyáltalán az a mondás, az az igényű megmondás, hogy bébi. Az az igényű megmondás, hogy napozzunk a Balaton mindkét partján. Az én számomra ez emblematikus, sőt, ez ikonikus. Ez eszetlen nagy királyság, holott van rá 3 hónapot, hogy menjél 40 kilométer. De meghatározza az én számomra a 90-es évektől kezdve gyakorlatilag a 2010-es évekig azt az ilyen elveszett 20 évet, ami Oroszországnak csak 10 volt. Tudod, azt a 20 ilyen teljesen átmeneti évet, ami így arról szól, hogy így most vedd ki a nyárból, amit ad. A spontán privatizációnak is ez az élménye. Tudod, most vedd ki a nyárból, ami lehetőség van, amit ma dugsz, az dugod az örökké. Érted? Itt és most történik meg veled a történelem. Itt és most nagyot szakíthatsz. Oroszországnak ezek voltak a jelcini évek. Aztán jöttek a putyini évek, és így lett egy rendezett világ. Na most itt is volt, csak itt 20 évig tartott, és mintha ez lenne, ez az igényű megmondás, ez lenne egy nemzedéknek a krédója, mintha egy nemzedéknek a programja lenne a jövőre nézve. Napozzunk a Balaton mindkét partján, és ez lett megmondva ennek a nemzedéknek, hogy ez a legtöbb, amit kihozhatsz. Kiveszi, amit tud, igen. Ez a végtelenül mert sok. Mert ő így birtokolja a nyarat, birtokolja a matracot, a vízibiciklit, a csajokat, igen. A bébiket a parton. A bébiket, ez az igényű megmondás. Napozzunk a Balaton mindkét partján, és ez úgy lett eladva, mint valami őrület. Ez valami őrület, egy őrületes lehetőség. Tehát most történt velünk valami, ami eddig nem történt meg soha. Robbantak a hormonok, itt a nyár, a vízi bicikli, és napozunk a Balaton mindkét partján. Mi forradalmasította ezt a fiatalságot, a kokain? Vagy mi volt az, ami ezt keltette? Az energiákat a napolaj? A napolaj. Elhagynálak, bébi, de érzem, nagy a baj, hozzád köt a 3 tonna déli napolaj. 3 tonna déli napolaj. Megint a megmondás igényével kapcsolatban hadd legyenek fenntartásaim. Tehát, hogy milyen igényű az a megmondás, ami 3 tonna napolajról beszél, hogy igazából semmi nem jelent semmit. Ez is csak arról szól, hogy használjuk el a fogalmakat, használjuk el őket teljesen. Ez nem a Geszti Péternek, meg a ez a, most nem.
Nem, a Geszti Péter nem ugye jó. Jó, hogy az érára gondolsz. Nem, én arról beszélek, hogy a megmondásnak, a kijelentésnek ne legyen hitele, legyen, ne legyen igaz, ne jelentsen semmit, ne legyen igénye, ne legyen a világ iránt igénye. Sajnos ennek van, mond még egyszer, hogy volt ez, Oszi. Elhagynálak, bébi, de érzem, nagy a baj. Hozzád köt a 3 tonna déli napolaj. Mi ez, ha nem szerelem? Mi ez, ha nem igazi összetartozás? Inkább kovász van a cipójában. Mi ez, ha nem kötődés? Testnedvekről beszélünk. Hát az a szerelem, ami igazán hozzá köt a másikhoz, az a gyerek, ami készül. A napolaj. De is már elkészül. Jelképe egyébként alatt. Mi az, hogy déli napolaj? Mert a déli napsütést értem meg, a déli, mondjuk a mediterrán déli báb. Napot értem, de így hogy délről hozzák az olajat? Konkrétan ez oliva alapú napolaj? Délben kenték föl, ez volt múlt hét szerdán. Azóta még nem sikerült valahogy szétválni, de vannak miért a kutyákat szokták így néha elválasztani, amikor már nagyon össze vannak ragadva? Lehet, hogy ez valami olyasmi. Jó, az borzalmas. Gyerünk, de nem élvezik. A kutyák? Ők történik. Gyerünk, lemegyünk a partra, ott van a sok bébi. Igen, ez nagyon hasonló, az a sok bébi. De hogy ez, valójában ezt akarták átütni a társadalmon, ez lett volna a Coca-Cola, meg a multikulturalizmus végső sikere, amikor Magyarországon emberek így szólnak egymáshoz, hogy gyere bébi. Ide, bébi, gyere bébi. És egyébként volt egy barátnőm, akivel bébiztük egymást. Most, hogy visszagondolok. Na, volt egy ilyen. Hogy igazából ez átment, de nekem tudod, hogy honnan jött? Nem fordul ki belem annyira tőle. Nekem ez a Larry Flint a provokátorból. Ott hívják egymást a szerelmes pár. A Gerle pár. Ott hívják egymást bébinek. És az nekem annyira adta akkor. A kedvesek. Igen. Állítsuk már be ezt a bébit a megfelelő helyre. Azt mondja, elhagynálak, bébi, és ugyanennek a verszaknak a végén gyerünk, lemegyünk a partra, ott van a sok bébi. Ez tehát azok ugyanolyan minőségű család. Emberek, mint a egy bébi. De itt már mindenki bébizése van. Te vagy nekem az egyetlen bébi, meg a többiek a parton, 30 ezeren. Igen, és mind a kettő bébi igazából, csak van a bébi és a nem bébi. És a világ partján. Az bébiből és nem bébiből áll igazából, és a bébivel azzal összeköt a napolaj, ugye? Minden bébivel összeköt a napolaj, a nem bébi az vagy meg antibébi. Az antibébi az megpróbál leválasztani róla. Nyisd is, így lehetsz esélyes. Azt mondják, drága, a csókjaidnak ára, de nem érdekel, ha engem ölel, vele a mennyország jött el. Amit hallunk, az DJ Szatmáritól Táncol a nyár. Ez olyan augusztus első hete talán oda pozícionálnánk nektek, mert megszerveztük audio tekintetben a nyaratokat. Egyúttal igyekszünk ruhadarabokat is ajánlani DJ Szatmárihoz, talán egy Ádám kosztümöt, mert az nekem de olyan nőklapjással hangzik, hogy kimondok egy ruhadarabot, de értjük, hogy igazából nincs is rajta semmi. Azt énekli itt a lány, hogy mire vagy képes, azt bizonyítsd, és így lehetsz esélyes. Egyrészt, ami felmerült bennem, hogy ő már részt vett egy ilyen hercegnő táborban, mint amiről tegnap beszélgettünk. De azt 5 és 14 éves korát között nagyon, teszi. Nagyon vagy korán lehet, kezdte hogy ő 14 ez évesen. Mi? De mi hogy az, ez de egy vizsgáztatás. De ne figyelj ide. Azt mondja, hogy bizonyítsd, hogy mire vagy képes, akkor lehet esélyed. Na de ha bebizonyítom, de figyelj rám, lefekhetsz velem, Ha bebizonyítod, na de hát hogy bizonyítom be, ha nem fekszem leveled? Hát lehet, hogy valaki máson akarja, hogy bizonyítsam. Hozzak egy videó felvételt? Ja, hogy erre gondoltál? Én valami, arra gondoltam, hogy ilyen biceps, kacsintás, milyen gyorsan tudsz meghívni két italra, viccesebb tudsz-e mondani, ügyességi valami? Tigris, bukfenc, mit tudom én, nem gondoltam, hogy azonnal ágy. Nyár, akarom süssön a napsugarát, érzem, ahogy ő simogat. Megvan, nyár, a buliban ezért nincs kell ma a puhatábor, hogy tudjanak bizonyítani. Mondjuk az, akkor hogy lesz esély. Milyen gyorsan tudja átiratni az ingatlanomat, mondjuk a nyaralómat a nevére. Igen. Igen. Ez az ámornyila milyen gyorsan jut el a szívedhez. És jön ki mindegy, a laposzkádnál. Már mindegy, hogy ki. Igen. Már nagyon várom. Igen, de az a lényeg, hogy kell, hogy legyen pecsétje a szerelemnek.
És ne a ruhádon. Üljetek háttal a tábortűznek, mert ha így átlő ámor nyila, és a szíved az, a nyílnak a végén így kitüremkedik a hátadon, akkor egyből egy ilyen pirított gasztroélményhez is jut a párotok. De az ámor nyilának valójában nem a szívedbe kell fúródni, hanem a petefészkedbe. Ezt mindenki tudja. Hát ámornak kéne szólni erről a kis de ámor, szerintem ámor tudja ezt. Ámor tudja ezt. Sok százmillió év evolúciója segíti ámort. A petefé, hogy... miért nem mindjárt a méhedbe? Hát onnan kerül a méhedbe át. Még a nyíl. Rohadtul jó, a méhedben, rendben van a méhedben, rendben van, nem lehet tárgyalni. De a petét célozunk, olyan nem? Olyan nyitott vagy. Hát de akkor azzal megölöd. Még a megtermékenyítéssel? Épp ellenkezőleg. Ne, hú, most már épp nagyon, ellenkezőleg, nagyon, szaporítod, ja, hogy, nem ja, megölöd, hoppá. Ámornyila egyben a szaporító szer. Persze, pontosan erről beszélek, az az ámornyila. Az az ámornyila hegye, érted, most már miről beszélek. Azt még megkérdezem, hogy Ámor miért van annyira nekivetkőzve? Ő is be szeretne szállni? Az lövöldöz, nem, Ámor nemtelen, Ámor nemtelen, Ámor. Egy ágyékötője, egy felhő, egy kis felhő. Na, ugye? Egy kis puttó. Én erre még itt rákérdeznék. Azt mondja, dráma, na nem kell ide mára, legyen hát béke, a haragodat tedd el jól a jégre. Ugye egyrészt miért haragszik? Vajon már is? Biztos, hogy a fickó tett valami rossz fát a tűzre, de ki az, aki békít? Az, aki a rossz fát tette a tűzre. Nem, hogy jaj, ugyan hagyjuk már ez annyira a múlté, hogy mondjuk, hogy 30-40 másik bébit is megtermékenyítettem tegnap a Beach House-ban. Ne idegesíts már föl, hát tegyük már el, hát itt a nyár. Legyen béke, lezuhanyzom, és akkor nem érzed. És azt milyen, hogy nem álmodom, ez nyár nagyon. Az összes gondom hátrahagyom, 40 fokban olvad a part, a forróság most jól bekavart. Mibe? Ezt énekelt egy idáig anyukám, hát ezért hogy akarod, jöttünk, hogy nyár legyen. Akkor most mi a baj? Mint hogyha nem lenne bent légkondi. Érted? Most úgy sír, mint hogyha nem lenne benne a légkondi, nem lenne ott a víz, nem lenne ott a jacuzzi, nem tudna elvonulni akárhova. Most milyen mi a problémája? Jacuzzi, ezek kempingben vannak. Jacuzziba gondolkozol, nem ilyeskedjünk. Kempingben vannak. Biztos vagyok benne. Vagy valami bérelt faház, egy apartmannak a földszintje, ahol egyébként fölöttük egy nyugdíjas pár próbálna aludni, de nem megy, mert ők nagyon táncolnak a nyárban. Ámor nyilával. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csizi Ágival itt a 90.9 Jazzy. A nyári sláger ajánlókba érkezett egy kis inbox futár és egy White Label sláger. Itt van nekem előadó és dal cím nélkül egy szépséges szöveg Ágitól, úgyhogy ezt most akkor fejtsük meg, és majd elmondod, mit kell róla tudni, én meg tudni fogom, mit kell érezni. Elfelejtettem. Nagyon ígéretes. Aha, gondolom. Forró az éjjel és lüktet a hold, ahogy nézem a morajló várost. Ablakom tárva, a nyár hívogat, azt csúgja a széllel, gyere már most. Itt is egy türelmetlen Baby Sisters-es kiugró Ádám Csutka. Ádám Csutka van. Türelmetlen Ádám Csutka. Vár a part, vár a víz, várnak a hajnali séták a homokban. Ez külföldön van akkor. Nem, mert a Derencei tónál például most már tökre kiépítették. Persze, már minden bányatónál van egy kis beat szakasz, de azért érezzük, hogy ez nem a természetes közege a szilícium-dioxidnak. Érezd, hogy neked is itt a helyed, indulj hát, semmit ne kérdezz. Átugrottad azt, hogy érezd, azt szerintem ott annak helye van. Érezz. Hát, hogy mit? Arra fog engem érezni azt, hogy kérdezz. Igen, ez kell. Igen, hogy ne kérdezz, igen. Refrén, most táncolj, őrült csókkal rabolj el a mából. Ez az őrült csók, ugye? Ez az a termék, ami egy hazugság. De én... ez az, ami nincs. De hát, ez az, amiről évtizedeken keresztül hazudoztak ezekben a popszongokban, erről az őrült csókról, ami képes arra, hogy elraboljon téged a mából egy másik idősíkra, vagy egy másik dimenzióba. Na ez az, ami nincsen. Annyira, ez annyira az, senkinél nincs. Egyiküknél sem volt, és hány nemzedéknek kellett fizetnie ezért? Hogy ez volt mindig a referencia, hogy egy őrült csókkal rabolj el a mából. Ezek a hazugságok. Ezek voltak azok, amiknek nem tud
tudtunk megfelelni évtizedeken keresztül, mert mi csak smárolni tudtunk. Bocsánat! Bocsánat, próbáltuk izgalmasan csinálni a nyelvünkkel is, de nem ennyit tudtunk. Érted? Bocsánat! És nem tudtunk elragadni a mából egy őrült csókkal, tudod, amit itt meg lett ígérve ezekben a számokban. Az a kérdésem, megvan az a filmes klisé, amikor elrabolnak egy gazdag csemetét, mondjuk egy ilyen 28 éves csajt, de ő is be van avatva. Tehát ő keresi föl az emberrablókat, lehet, hogy a Fargóban is ez volt, de nem akarok hülyeséget beszélni, beavatja őket, hogy gyertek, raboljatok el, a papámnak van pénze, kérjetek 2 millió dollárt, annyit a múltkor kifizetett egy nyaralóért, és akkor kezdjük el. Na, itt ez az őrült csokkal, rabolj el a mából. Felszólítalak téged, hogy engem akaratom ellenére rabolj el, bár én kértelek rá. De van egy ilyen szám is, hogy vigyél el, az a jó, ha meg se kérdezel. Érted? Hogyha csak kézen fogsz és elviszel. Tehát, hogy fosszál meg a szabad akaratomtól. Ezt énekelte Friderika, mielőtt még hídgyűl is lett. Aha. De gondolom, ezután ez már csak Jézusnak szól. Nem, ez Katona Klári, nem? Ja. Jó lehet. Friderika is elénekelte, bocs. Jó, ezt akárki elénekelhetné. Jó, de lehetem, ezt a Úcsilla énekelte. Most már nagyon feldolgozás volt. A lényeg mégis az, hogy itt a nő azt kéri, hogy vigyél el. Igen. Hogy vigyél el az akaratom ellenére. Tehát, hogy itt valójában egy nemi erőszakra való felhívás zajlik. Az, persze, de nem rögtön kéri, hanem majd, amikor nem számít. Egy olyan kontrollált körülmények között, amikor van menekülő szó. Tudod, a menekülő szó az, amit szex közben megállapodtok előre, hogyha már nem jó az élmény, de tudod, arra izgultok föl, hogy kölcsönösen azt mondjátok, hogy megbüntetlek, jaj, ne bánts, kérlek! Érted? És mivel, hogy ez jó, ez egy és olyan játék. Van egy olyan szó, amit biztosan nem mondanál ki, például svéd szekrény. Igen. És igen. Akkor azt úgy érzed, hogy ez az nem volt valami szó, szexi. Az azt jelenti, hogy itt hagyjuk abba a szexet, mert már nem jó. De hát már a Baby Sisters-ben is, ha visszaugrunk, akkor azt mondja, hogy légy nagy legény, rabolj el engem. Tehát, hogyha nem rabolsz el, akkor egy kis senki. Na, erről vagy. Van szó, erről van szó. Erről van szó. Tehát, hogyha hozzájárulás van, ha egyáltalán nem fosztasz meg az akaratomtól. De tényleg nem ennek a következménye? Bocsánat. Ennek az egész diskurzusnak a következménye, hogy van olyan szituáció, amikor már hiába sikítozol. Nem ebből a diskurzusból következik ez szervesen? Hogy valójában folyamatosan a felszólítás zajlik a nemi erőszakra, közben a hozzájárulásom az mindig el van rejtve, mert valójában mindig azt jutalmazom, hogyha mégiscsak egy demózott körülmények között eljátszod nekem azt, laboratóriumi hogy ez, körülmények igen, között. Igen, igen. Ahogy a PUA tréning is kínálja. Ne, hogy arról, hogy arról van szó, hogy elragadlak téged. Úgy erőszakollak meg, hogy miközben megerőszakollak, látni fogod a díszleteken, hogy ilyen papírmaséból jó, vannak. Igen, nem kell félni. Így benézel az erőszakoló mögé, és látni fogod a furnirlemezt, ahogy így leválik, jó, és azt fogod érezni, hogy oké, ez most akkor nem az igazi. Engedjük azért ezt olyan szempontból le, hogy ne keverjük már össze a tényleges nemi erőszakat ezzel, tehát értem, hogy mit mondtok? Oké, igen, van ebben, de hát ez egy játék, ez egy ilyen A refrént félbetörtük, azt mondja, igen. Hogy most táncolj, őrült csókkal, rabolj el a mából, miénk ez a nyár, minden érzést szívünkbe zár, és akkor most menj a francba. Tehát, hogy most akkor mi legyen? Erőszakosan szexeljünk, csináljuk úgy, mintha semmibe vennélek, vagy valamilyen minden érzést zárjunk a szívünkbe. Az a feladvány, hogy erőszakold meg őt, de úgy, hogy ő is akarja. De nem, valójában ez a feladvány. Ne, hagyjuk meg. Elég lesz az erőszakból. Fosszál meg az akaratomban. Raboljál el, maradjunk annyiban, hogy raboljál el, nem kell ide. Lábam a vízben, ölelj át, ne szólj most semmit. Ő a stége, lába a vízben, értem, de át tudom ölelni, csak ugye három oldalról alkalmas ez, mert a negyedik az a víz. Nagyon kell figyelni, hogy honnan közelítesz. Oly sokat hittünk, oly szép ez az éj, de holnap már nem leszek senkid. Hát ez meg ma... Ez egy kaland, ez egy szenvedélyes forró nyári kaland. De akkor minek zártam a szívembe minden érzést, hogyha holnap már nem lesz senki? Azért, mert ámort keresi mindannyiuk, mert a napolaj, az a szerelem is napolaj, hát nem. Nem arról szól az összes ilyen, de ahogy szerelmes vagyok, dehogy vagy szerelmes, nem vagy szerelmes.
Na, a végén az teljes megtagadása és kiiratkozás az egészből valójában arról van szó, hogy egy szó sem volt igaz ebből. Valójában arról van szó, hogy valójában cinikusan beleröhögünk a kamerába, és egy popslágert gyártunk abból, hogy jaj, de szerelmesek vagyunk, de annyira nem vesszük komolyan, hogy az utolsó sorban az egészet le is tagadjuk, és beleröhögünk a nézőnek a pofájába, és azt mondjuk, hogy látod, így is megzabáltad ezt a szemetet. Így van. Na, itt a következő, ugyanannak a szerzőnek a művéről van szó. Még egyébként. Nem tudom, kiről van szó. Lesz szabad a gazda? Lesz, persze. Azt mondja, barna combok, ringó seggek, hújúj, minden gondot elfelejtek. Egy-két háj és dübörög a buli, indul a nyár, a pia és a nudi. Ez az, amire azt mondják, hogy pikáns. A pikáns az az, hogy szexinek kéne lennie, de nem sikerült jól. Egész évben erre vártunk, teljesül most minden álmunk. Csapasd, oszi, taposd a gázra. Na ki most a DJ? Puzsér a házba. Ajaj, itt én úgy érzem, hogy itt valaki becsempészett valami trükköt. Engem megiklettek ezek a dalok, és így délben úgy éreztem, hogy kell nekem ilyet írni, és te vagy ennek sikerült, hát annyira, Istenem, nagyon büszke szép vagyok magamra. És mert itt van a refrén. Ahogy elkezdett ordibálni a Robi az őrült sokkal rabolyel a mából, ott úgy éreztem, hogy egy új karrierút nyílt. Nem, lehetőségeket láttam a jövőmre nézve, tehát itt ezen az úton fogok tudni tovább menni. Azt írja a refrén. Nem féltél? Refrén. Nagyon izgultam. Hogy tedd az asztalra, amit tenned kell, irány a beach, más nem érdekel. Fogyjon a naptej, a lángos a lányok, ha eltévednél, Google a barátod. Ezt a kommentelőknek küldöm. Ez a refrén, ami arról szól, tedd az asztalra, amit tenned kell, ugye? Azaz, amiből kinyerjük a napolajat, ha jól sejtem. Nem, irány hát a beach, más nem érdekel. Ma, Robi? Fogyjon a naptej, a lángos, napteljes lángos, nagyon jó, napolajas lángos, a lányok, fogyjon a lányok. Igényű megmondás. Én azt gondolom, ne hogy ez a... kétszótagos szó kellett volna. Fogjon a lányok, ezzel a megmondással él a Groove House, köszönjük. Szívi baj, most bemutatja a lánynak. Kell. Így kell, egyszerűen. Jó, hát nyári házi feladat akkor ebből a zeneszámból, amelynek a szövegét így-úgy, de teljes mértékben felolvastuk. Énekeljetek föl nekünk slágereket, köszönjük szépen. Azért megnyugtat, hogy a Groove House hozzájárult a nyár elviselhetővé tételéhez is. Mi rengeteg sok nyár elviselhetetlenebbé tételéhez járult hozzá. Ők segítenek méltó módon temetni, amikor augusztus 21-én már senkit nem látsz a parton, akkor ezzel a dallal a füledben somfordálhat szépen haza. Kicsit olyanok ők ebben a dalban, mint hogyha... Ezzel a dalban. Igen. Olyanok, hogy ők még akarnának egy-két szálló weddinget így a nyár végén. Tehát nekik még tart a szezon. Van itt benne a bőrön, egy kis panziós gúny. Egy kis címmer felé. Olyasmi, meg azt akarja végig, hogy jöjj vissza már. Még ott van egy pár adag a lángos tésztából. Hosszabb szezont uh-huh. akarunk. Tudod, miről szól ez az amerikai álom hazugságáról, a keep smilingról, arról, hogy mi van akkor, amikor lemálik. Tudod, a nyár, az itt, tudod, minek a metaforája, az élet az életen, az élet az életedik hatványon, az igazi élet, amihez képest az összes többi, az csak gürcölés. Valójában egész évben gürcölsz, a nyár az igazi élet. Azért mész a fesztiválra, hogy végre önmagad lehess. A nyár az az igazi, az élet felső foka. És hogy te így igazából kifutottál ebből a szezonból. Lejárt a szavatossága ennek a hazugságnak. Ennek a superhighway-nek. És most itt vagy, lemállott az arcodról az a kötelező amerikai $1 millió mosoly, és itt állsz teljesen eszköztelenül, mert nem tanultad meg, hogy mit kezdj az életeddel, csak a nyárhoz értesz. Én értem, hogy mit mondasz, csak a drámaiságával ellentétben, mert hogy te most itt a mélységekben turkáltál, én mégiscsak azt látom, hogy itt az a csaj énekel, akit egyébként
Május közepe tájékván durván kidobott a pasia, mert neki még szüksége van egy kis életre, és ezért elmenne Ibizára. És neki azt énekli a csaj, hogy elmúlt a nyár, jöjj vissza már. Most már kibulisztad magad, meg volt a napolaj, ott voltak ez a bébik. Volt a most akkor egy már... kis szünetet, aha, és most akkor már, vége már vissza. Én valahogy inkább ilyet hozd vissza őt, a szívem úgy fáj. Hát, ha most itt lenne, nem verném a palávert annyira. Figyelj, ez a kép, ahogy ül a szobájában reggel már összecsomagolva, ugye tudod, a szállásokról eleve 10-ig ki kell jelentkezni, mert a takarítónőhöz igazítjuk a kijelentkezést. Értem, hogy azért egy emeletet is 3-4 óra kitakarítani, és jön a következő vendégig, igen. Na de könyörgöm, egy ilyen tipikusan ilyen tudod, péntektől vasárnapig esetben, úgyhogy ott fog toporogni a vasárnapról hétfőre megalvó. De Oszi, nem is a saját bőröngye... vagyok, amikor 11-kor kell nem a saját bőröngye van mellette, hanem a pasiét. Ez egész egy akkora képzavar. Azt mondja, eljött a rengel csendes a táj, üres szobámban sok emlék. A bőröndöd készen az ágy mellett áll, és te nem jössz vissza már. De akkor nem kéne mondjuk most utána akkor... küldeni a cuccokat? Vagy valami? Ott elment Ibizára, sehol egy váltás alsógatja nincs nála. De rosszul mondja le a következtetést. Egész nyáron nem szólt a bőröndről, csak augusztus 21-én. Haza fog jönni. Hát teljesen várja nyilvánvalóan, vele. Hiszen itt hagyta a bőröndöt. Nem ment el sehova. Semmi gond. Csak igazából csak le kell ülnöd a közérdbe. Le kell ülnöd a bőröndben, és jönni fog. Ja, és hogy folytatódik? Most kell, hogy érezd, hogy fáj. Nekem. Most kell. Ez egy létező eszköz, amivel áramot vezetünk a másik testébe akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy jogosan érezne ez bűntudatot. Ez a sokkoló, amiről te beszélsz. Igen, hogy így lehetne sokkolni a másikat, a partnereket. Ez a párkapcsolati dinamikát egyszerűen fölgyorsítaná, úgy gondolom, hogy galvanizálná, egyszerűen forradalmasítaná a párkapcsolati diskurzust. Hogyha abban a pillanatban, amikor úgy gondolod, hogy a másiknak jogos volna fájdalmat éreznie, megfelelő mértékű fájdalmat közölhetnél vele. Na, én azt gondolom, hogy a 21. században így lehetne jól ezeket a párkapcsolatokat megfelelő mederben tartani. Egészen új dimenziók. Senki sem tenne rossz fát a tűzre. Nem kell ide diskurzus, csak egy gomb. Na igazából, hogyha nem, hát azt akarom, hogy fájjon. Azt akarom, hogy most érezd, hogy fáj, ezt írja, most érezd, hogy fáj. Tehát, nekem nem igazán jó, hogy te most éppen a homeosztázisodban vagy, de kirúgdoslak belőle, és ezt úgy hívom, hogy szerelem, meg líra, meg nosztalgia. Azért líra, mert ilyenek vannak benne. Melankólia. Vissza is néznél, csak egy megkínzott szív végtelen utakon jár, mert jár a szív az utakon, na mindegy. Megfagyott világ új virágot hív, kőből faragott táj. Ez egy verszak. Nem. Ez így kompletten már megint ezzel játszanak. Mindig ezzel, mindenki ezzel operál. De nem az egész nosztalgiáról szól ez? Hogy már nem olyan jó, mint volt? Tehát nem, ez az de most már semmilyen. Elment a csávó. Ezt a sort nem hagy figyelmen kívül. Megbántam mindent. Máshogy lesz már. Úgy kérlek, ó, hidd el, hogy fáj. Azaz, vitt végre, egy nő mondja, hogy valami rossz fát tett a tűzre, és Ibizáig kergette a fickót. Jó, azt mondjuk. Igen, ott bűnhődik miatta. Valamit a csaj elrontott. Valami azt gondolta, hogy az nyár örökké tart. Visszatartotta a bőröngyét. Azt gondolta, hogy... A kulcsot elvesztettük, úgyhogy ami a szekrényben volt, azt köszönöm szépen. Lehet, hogy a bőrönd az egy szakításnak az okozója volt, nem az eredménye. Arról van szó, hogy egyszer elmúlik a nyár. Egyszerűen arról van szó, egy egész nemzedéknek ez egy rossz hír, de ez nem fog örökké tartani. Nem, arról van szó, hogy nem fog tartani örökké. Tehát, hogy előbb-utóbb ennek a szavatossága le fog járni ennek a felelősség ellen vállalásnak. Szóval, hogy ez a végtelenségig nem húzható. Igen, de hát, most ez annyira szomorú, hogy most arra készülünk, hogy mindenki vidáman vegye elő a flip-flopot, fújjátok föl az úszómatracokat, és a hónunk alá a fecskével, ezt? És akkor most itt elszomorodunk azon, hogy egyszer minden véget ér. De hát véget ér a tavasz, meg a tél, meg az ősz. Most kezd nyakig érni a holiday. Nem, itt már bokáig ér a holiday, vagy már csak a lábmosóban van a holiday. Nem. Ott igen, de itt. Itt a valóságban. Ez a szüreti nyári sláger. Egy dolgot kérdezni még, kihez beszél?
Azt mondja, elmúlt a nyár, jöjj vissza már, a fickó, vagy a nyár. Hozd vissza őt, a szívem úgy fáj. Na itt kezdek harmadik, akkor a nyárnak mondja, hogy hozd vissza. Csak akkor meg a végén azt mondja, hozd vissza őt, a szívem úgy fáj. Ó, hidd el, hogy fáj, hidd el, hogy fáj. A nyár higgy el, hogy fáj, aha, vagy már megint a de pasi. De az nem lehet, hogy küld valakit a pasiért, aki nem a nyár, hanem de egy harmadik ember. De egy bőröndöt. Nagyon erős fickó viszi a bőröndöt, és hozza nem, a pasit. De ő nem ámor. Nem, annak csak úgy hívják, hogy ügynök. Tudod, akit így küldesz, hogy fájjon a másiknak, de hogy tehát ez nem ámornyilával lő. Tudod? Ez ennél veszélyesebb fegyverrel lő. Házasság közvetítő. Mediátor. Hát gyerekek, ezeket a zeneszámokat hallgassátok a nyáron, vagy írjatok hasonlóakat, mert különben nem történik meg a nyár. Írtsatok hasonlóakat, így értettük. Írtsatok, igen. Ez volt a szerdai önkényes mérvadó, egyúttal a héten az utolsó élő adásunk. Jó pihenést, szervusztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt a 90.9 Jazzin az önkényes mérvadóságában.